Nagyon gyakran felmerül az a probléma, hogy egy falusi környezetbe, de már nem, nem paraszti életmódot folytató embereknek hogyan tervezzünk. Nagyon sok megbízóban, és jelen esetben is a megbízóinknak volt egy olyan igénye, hogy a falusi környezetbe illő legyen ez az épület. És innen kezd izgalmas lenni a feladat, hogy hogyan tud az ember egy olyan épületet létrehozni, ami ebbe a környezetbe beleillik, ami ezt a hagyományt tovább viszi, ugyanakkor egy értelmiségi házaspárnak az igényeit szolgálja ki. Mi abba találtuk meg a megoldást, hogy az épületnek a metszete, az alapkaraktere, az követi a falusi hagyományokat, hiszen egy nyeregtetős kisfesztávú épületről van szó. Ugyanakkor az építészeti részletei, azok már egy picit kacsintanak a mai letisztultabb építészeti formavilág felé, tehát nincsenek nagy kiálló ereszek, hanem ellenkezőleg egy minimál eresz van, és az ablakok is nagyon szolidan jelennek meg. Ráadásul ennek a teleknek egy különlegessége, hogy nagyon keskeny és hosszú, és ez hatott az épületre is, hiszen az épület maga is több mint 20 méter hosszú. És akkor ennek nagyon sok konzekvenciája van. A belső térrendszer is egy ilyen hosszasan sorolt tereknek a sokasága, és ebből a sok-sok kötöttségből kellett valami érdekeset csinálni, és hát ez egy igazi kihívás. Először arról volt szó, hogy két generációs házat tervezünk, tehát a házaspár és a már felnőtt gyerekei itt fognak egy házban lakni, és ennek a tervváltozatai láthatók itt. Hosszú hónapokig, talán egy évet is rászántunk erre a tervezési munkára, aztán egy háromnegyed éves szünet után jött egy telefon, hogy újra gondolták az egészet, a fiatalok máshol oldják meg a lakhatásukat, és a házas pár fog itt lakni, egy jóval kisebb házban, ami egy teljesen új helyzetet jelentett. Azt jelentette, hogy most már nem kell olyan nagy házat terveznünk, elég egy földszintes ház. Mi viszont egy nagyon egyszerű falusi házat szerettünk volna csinálni, a falusit a szónak a hagyománytisztelő értelmében. Tehát azt gondoltuk, hogy ez egy olyan nyeregtetős ház lesz, amiben egy top értelmiségi házaspár jól érzi magát. Hogy visszatérjek a térrendszerére a háznak, itt fölül található a szülői háló és az ahhoz kapcsolódó fürdő, meg gardób helység. Az alá van betéve egy pince a megfelelő szaunával, és utána jön egy vendégszoba, előszoba, egy vizes helység, és utána a konyha, étkező és a nappali zónája. És itt van egy kis építészeti trükk, mégpedig az, hogy a háznak a gerince, a háznak a födémje teljesen vízszintes, miközben a telek lépcsőzik lefelé. És ebből az jön ki, hogy míg itt van egy hagyományos 260-as belmagasság a szülői hálóba, ahogy haladunk a nappali felé, ez megnő durván fél méterrel, és amikor nappaliba vagyunk, addigra már közel egy méterrel többről van szó, tehát itt a belmagasságunk már 360, és amikor kilépünk ide a fedett teraszra, és feltárul előttünk az a szép völgy, amiben van Pilisboros Jenő a maga templomtornyával és a gyönyörű természeti környezetével, akkor ugye ez a folyamatos bővülés kap egy nagyobb léptéket. A másik különlegessége a háznak az, hogy ha ugye van egy nappali, egy étkező, egy konyha, és utána ez egy folyosóba folytatódik az előszoba, a vendégszoba, meg a vizes helységek felé, akkor egy nagy kérdés, hogy ez a folyosó mitől lesz érdekes, vagy mitől nem lesz nyomasztó. És erre jött válaszként a 17 méter hosszú könyvespolc,
Ugye a megbízóinknak pont rengeteg könyve van, ez egy adottság volt, és azzal, hogy ez a könyvespolc végighúzódik a nappali étkező, konyha és folyosó térsoron, ezáltal egy egységbe is foglalja azt. Még egy picit tovább megyek, azt mondom, hogy a folyosót kiszélesítettük a szokásos mondjuk 1.20-hoz képest inkább valami 1.30-1.40-re, beletettük ezt a hosszú könyvespolcot, és ezáltal, amikor én belépek a folyosóra az a előszobából, akkor már azt érzem, hogy egy civilizált helyen vagyok. Nem azt érzem, hogy egy közlekedőbe vagyok, hanem inkább azt, hogy már felcsillan valami a nappaliból. És úgy érzem, hogy ennek a háznak ez a nagy trükkje, és az már csak egy ráadás, amit a Sónic Péterrel végigvittünk, hogy az oldalsó ablakok bele vannak integrálva ebbe a könyvespolcba, hogy a könyvespolc magába foglalja a kandallót, és azt találtuk ki, hogyha ilyen kicsit random-szerűen vannak elhelyezve az ablakok ebbe a polcrendszerbe, akkor ugyanezt fogjuk csinálni a zárt polcokkal, tehát négyesével bezártunk polcokat, ezáltal megoldottuk a zárt polcoknak a problémakörét, plusz még egy picit érdekesebbé tettük ezt az egész polcrendszert. Kitalálták ezt a nagyon nagy ötletet, hogy a tornác itt igazából belül van, tehát azt lefedjük, és ahogy a tornác végigmegy a ház mellett, itt ez meg belül megy végig, és egyből megszületett a könyvtár, megszületett az átjárás a házon, úgyhogy az első pillanatok ezzel egy nagy öröm volt ide bejönni, és ha nekünk mondjuk érdemünk van, az, hogy hagytuk az építést dolgozni. Egy házaspárnak készült, de a házaspárnak van két felnőtt gyermeke, azoknak van családja, azoknak vannak kisgyerekei, úgyhogy itt kicsit ilyen olaszosan összejönnek időről időre hétvégéken, és mondjuk hétköznap csak ketten vannak a házba, de egy hétvégén meg lehet, hogy 12-en. És erre szolgál pont az étkezőben a nagy asztal, amit akár 10-12-en is körbe tudnak ülni, de ami nekem még fontosabb, az a fedett terasz. A fedett teraszon tulajdonképpen egy komplett hétvégi családi találkozó le tud zajlani, olyan méretű. Ráadásul csináltunk egy kis konyhapultot, tehát hogyha ott valaki valami szendvicseket akar gyártani, vagy sütögetni, akkor ennek is megvan a háttere. Tehát ez a fedett lodzsa, ez ezt is tudja, és ezáltal az egész ház képes mindkét funkciót betölteni, tehát akár azt, hogy csak a házaspár van otthon, akár az, hogy jön egy vendégsereg, és az is szeretné magát jól érezni. Elsőre egyetlen borászatnak indult ez a dombház, nem is kicsinek, 3-4 ezer négyzetméter, egy olyan méretű, mint egy Tesco áruház. És hát a nagy kérdés az az volt, hogy ebbe a csodálatos tájba, a somlói vulkanikus hegy előterébe, hogy lehet berakni egy ekkora épülettömeget. A megoldás nyilvánvaló mindenki számára, hogy domb alá kell rejteni. Egy föld alatti bunkerként építettük meg, ami egy mesterséges dombot képez, és épp csak a legszükségesebb részek állnak ki a zöld felszín fölé. Na de hát hogy kell ezt a dombot megcsinálni? Ez a hegy felől, mintha egyike volna azoknak is lába folyásoknak, amikből az egész hegy körüli
szoknya rész áll. Domban elrejtett házat az ember úgy próbál megcsinálni, hogy az a érkező felől, itt a 8-as főút felől nézve, elrejtse azt, ami alatta van. De a hegy felől viszont ezt érdemes kinyitni, hiszen azok a borászok, akik ott dolgoznak nap mint nap, azok a hegyel vannak elfoglalva. Onnan jön a szőlő, és ott van nap mint nap dolga a szőlészeknek, és figyelik, hogy mi lesz az idei termés, és így tovább. Tehát ez a bunkerszerű betonépítmény, ez a hegy felé nyitott. És egy mesterséges dombocskát próbáltam beilleszteni a szomszédos meglevő eredeti elődombok közé. És csak egy év múlva jöttem rá, hogy nagyon jó ötlet ezt a kis földnyelvet pont a hegy közepére tájolni, hiszen a valamikori láva folyások pont onnan a tűzhányó centruma felől folytak le egészen a hegy lábáig. És aztán ebből már jött az, hogy az épület belseje is a megformáltságával, a buborékszerű nyílásokkal, a nagyobb alagútszerű ajtónyílásokkal ezt a metaforát folytatják. Tehát a vulkáni tufának a porózus mi voltát, hogy buborékok alakították a kőzet szerkezetét, ezt próbálják fölnagyítani ezek a szerkezetek, és jellemzően nem derékszögűek, hanem amorf formát követnek. Ez valahogy nagyon passzol a dologhoz, és nagyon alkalmasak ezek a nyílások arra, hogy úgy vigyük le a föntről a természetes fényt, hogy az mindig közvetett módon jusson be az utolsó kis pince sarokba is. És aztán másodikként rögtön a borászat ikertestvéreként épült a pezsgő pincészet, annak a szomszédságában. Ez is egy dombház, jól látszik, ahogy a hegyel egységben van, és csak a két épület között egy szűk udvar az, ahol mind a kettőbe a szüretelés zajlik. Ide jön le a hegyről a úgymond nyersanyag, a friss szőlő, és erre a borászatba, arra pedig a pezsgő pincébe indul a feldolgozás. És aztán épp, hogy elkészültek az épületek, már egy harmadikat kellett terveznünk. Itt látszik az udvar hátterében, a harmadik oldalon az úgynevezett pezsgő érlelő. A pince mélyére ezeken a buborékszerű nyílásokon mindig úgy jut be a fény, hogy csak laposan a lenyugmó fény, de többnyire csak közvetett, tükröződő módon éri a pincéket a fény. Igaz ez a pezsgő pincészetnek a kóstolójában, ez a szakmai kóstoló, nagyon fontos, hogy mindig csak éjszakról jöjjön a fény, mert akkor tudják igazi színében megítélni a borokat. Az volt a célunk, hogy tényleg egy ilyen meghökkentő és mindenki számára valami extra érzést kiváltó épületegyüstest is hozzunk össze. Értelemszerűen egy borászatban vagyunk, és a borászatnak a kiszolgáló egységeiben, épületrészeiben. Annak idején mi ezt elhatároztuk 2007-2008-ban, hogy fejlesztenünk kell. Nekünk egy ideiglenes birtokközpontunk volt fönn a hegyen, és a borszeretetünk egy kicsit komolyabbra fordult, és láttuk azt, hogy ennek a tájnak és a földnek van potenciája, úgyhogy érdemes itt megvetni a lábunkat. És hát elhatároztuk ezt a fejlesztést. Mindenképp a tájba ülő épületet szerettünk volna megvalósítani. Ez szintén szerencsésen találkozott mind a beruházói, mind pedig a tervezői oldalról, és értelemszerűen az épületeinket hát úgymond a föld alá helyeztük be, és a építész-ász politika az volt, hogy egy bazalt hegyen vagyunk, és az épületegyüttes úgy van kialakítva, mintha itt a vulkáni láva megkövült járataiban járnánk. És végül a harmadik elem, ami szintén egy ilyen metaforikus elképzelés, metaforikus nagyítás, hogy amikor ez a domb már megvan, és a borászat nagy része már összeállt, akkor a vendégfogadó részek már egy a civilizációnak a
geometriája szerint a telekosztásokkal párhuzamosan és a vincellérházaknak a hegyen lévő többi kis présháznak a geometriáját követve illeszkednek erre a dombra. És hát ott van a vendégeknek a kóstolója, minden irányba jó kilátnak, és hasonlóan élik át ezt a térbeli történetet, mint a hegyen az összes többi birtokom. Szemben a Szent Ilona borászat nagy kóstoló szárnyával, ami pedig ugye a közönségnek, a vendégeknek a kóstolója, egy hatalmas udvart övez délfelől ez a földszintes és egyemeletes szállásépület, ami részben ugye borászati irodaépületként, részben pedig hozzá csatlakozó szárnyakban kis szállodaként működik. Itt látszik az, hogy az észak fele nagyon szép árnyékos udvarra nyíló szállodai földszint, éttermi részekkel, tárgyalókkal, egyebekkel, úgy öleli körbe a borászat többi épületét, hogy a háttérben mindig a somló tölti be a képet. Itt látható az épület együttes makettja. Négy eleme van az együttesnek. A templom főtömege, a parókia, a közösségi ház és a templom udvar. Én a templom udvart is ugyanolyan fontos elemnek gondolom, mint magát az épületeket. Ez egy szabályos négyzetes udvar, tulajdonképpen ez az alapgondolata a tervünknek, mint egy ilyen kolostor udvar, kert gyakorlatilag, egy zölddel, burkolterekkel szépen kidolgozott térről van szó, és a három épület együttesnek a közlekedő rendszere, mint régen a kerengő, veszi körbe három oldalról az udvart. Amikor a koncepció ilyen skic alapon megszületik, átváltunk ugye a szerkesztett rajzokra, és akkor én először itt ceruzával, skiszpauszra, ősi módon elkezdem gyártani a különböző verziókat, keresve az arányokat, hát ugye ez egy téglaház, úgyhogy itt tégla léptékben mindent ki kell számolni, ki kell dolgozni. Ez mindig egy ilyen fájdalmas dolog, mert ugye a skiccek elevenek, frissnek tűnnek a rajzokon, egy kicsit megfagynak ezek a dolgok, de tulajdonképpen, ha az ember elég sok időt meg energiát szán erre, akkor előbb-utóbb meg tudja közelíteni a skicceknek a frissességét. A 20. században elég nagy vita volt a templom tornyok szerepéről. Sok kortárs építész nem tervez például a tornyot a templomhoz. Én toronypárti vagyok, azok a templomok, amiket én terveztem, mindenhol van torony. Itt egy meglehetősen nagyméretű zömök torony készült a templomhoz. Egy ilyen helyen, mint ahol ez a templom épült, szerintem ennek nagy jelentősége van. A templomtér elég nagy, a karzattal együtt körülbelül 1000 ember be tud ide férni, tehát ez egy nagyon nagy kapacitású templom. A plébánián két lakóegység van, plusz kiegészítő közösségi terek, a közösségi térben pedig különböző foglalkozásoknak szobák, van egy viszonylag jó használható szélesebb előtér, és utólag került be tulajdonképpen az alaksorba egy kolumbárium, tehát van egy urnatemető is, és van egy tér, amit én nagyon szeretek, egy kis kápolna. Ez mindjárt az elején igény merült el föl, hogy a nagy templom mellett egy kisebb, csöndesebb tér
is helyet kapjon, ez a torony tövébe került, ez a kápolna. Mi eredetileg egy hosszhajós templomot terveztünk, ugyanezzel az elrendezéssel, de a templom egy hosszhajós. És amikor megnyertük a tervpályázatot, és megbízásra került a sor, az atya első kérése az volt, hogy az apszist a templom tér végéből tegyük át a közepére. Ő abban hitt, hogy az oltárnak, meg egyáltalán a szószéknek, az apszisnak a templom közepén kell lenni. Részben igaza van, hogy összes protestáns templom ilyen, legalábbis főleg a református templomok ilyenek, de olyan erősen akarta az atya, hogy egyszerűen ezt... A hívők így közelebb kerülnek az oltárhoz. Tulajdonképpen igen, de ez nagyon messze esik a katolikus egyház gyakorlatától, úgyhogy ez egy ilyen furcsa keveréket tulajdonképpen a protestáns és a katolikus templom tér modelleknek, úgyhogy a valóság az tulajdonképpen így készült el. Amikor a gödöllői templomot terveztük, az egyetemen egy olyan szemesztert vittem, ahol a zene és az építészet kapcsolatát vizsgáltuk. Előkerült egy figura, akit úgy hívnak, hogy Alexander Scriabin. Scriabin egy orosz zeneszerző, aki egyébként az élete nagy részét Hollandiába, különböző Nyugat-Európa helyszíneken töltötte. A Scriabinnak a mániája az volt, hogy a hangok és a színek között összefüggés van, sőt, azt állította magáról, hogy ő ezt látja is. És csinált egy színkódot, ami azt jelentette, hogy minden hangnak megfelel egy szín. És pont akkor dolgoztunk a templom főhomlokzatán, ami egy 4 emelet magas, nagy üvegezett homlokzat, és hát így működik az építészet, meg a tervezés, hogy bekattant ez az ötlet, hogy mi lenne, hogyha a Scriabin színkódját bevinnénk ebbe a homlokzatba. Végül is a Kyrie Eleison Gregorian kottájánál kötöttem ki, ami egy nagyon szép ősi dallam egyfelől, másfelől egy viszonylag egyszerű dallamsor, és ezt a dallamot a színes üvegekkel a Scriabin útmutatása szerint felírtuk erre a homlokzatra. Én úgy hívtam magamban, hogy ez egy fényorgona, tehát az volt az elképzelés, hogy az épület főhomlokzatán egy ilyen nagyon sokszínű üvegablak kompozíció jelenjen meg, és akkor erre készítettünk már a Scriabin kód felhasználásával egy olyan modellt, most ide az ablak elé viszem, ami igazi színes üvegekkel, ugye a színes üvegnek van egyedül izzása, a festetnek nincsen. Tehát azért tartottuk mindenképpen fontosnak, hogy a színes üvegek legyenek használva. A nagy probléma akkor jött, amikor kiderült, hogy mibe kerülne ez a színes üveg homlokzat, és hát csillagászati számok jöttek ki. A színes üveg nagyon drága, a szóba se jött, hogy egy ilyen festett vagy fóliázott valami lenne, tehát igazából ragaszkodtunk a színes üveghez, de egyre inkább látszott, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Viszont a templom apszisába, ami egy sokkal kisebb tér, egy ilyen félhenger tulajdonképpen, ugyanezt az ötletet átmentettem, tehát a templom apszisába elkészült ugyanez a Kyrie Eleison dallam Scriabin színkódjával egy miniatűr kiadásban, 63 üvegablakkal fölírtuk ezt a dallamot. Az a színes üveg együttes, amiről korábban beszéltem, az apszisnak erre a falára került rá, és annak ellenére, hogy ez egy északi homlokzat, az üveg szemeknek ugyanolyan izzása van, mintha sütné a nap. Ez egy nagyon misztikus dolog, hogy ez a színes üvegnek, az igazi színes anyagában színezett üvegnek ez a varázsa, hogy minden fény állapotában izzik. És azt kell mondanom, hogy nagyon szépen él ettől a szentély, tehát a templom belső terében egy különös hangulatot sugároz ez a színes üvegsor. Formabontó, tehát szokni kell mindenképpen. Én is először, amikor ide kerültem, úgy kellett barátkoznom, de a közösség alapvetően szereti, világos, sokan elférünk. A babaszoba rengeteget számít, hogy a kisgyerekekkel külön tudnak vonulni. Én azt gondolom, hogy az, hogy együtt van a templom, illetve a közösségi ház plébánia, egyetlen komplexumot alkot, az nagyon otthonossá teszi. Tehát talán ez a legjobb szó, hogy otthonos, és otthon érzi magát a közösség. Családként van jelen a közösség.